A szakemberek még tavasszal felmérték a gazdálkodók által bejelentett paprika területek nagyságát. A kalocsához tartozó földek határa északra húzódik Soltink, Nélen pedig Dusnok és Hajós felé. Összesen 420 hektáron foglalkoznak a neves fűszernövényjel. De sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a terület azért jóval kevesebb, mint ami az előző években volt. Már Kalocsán is van több nagy termelő, aki felhagyott a paprika termesztéssel, és ennek az egyik leglényegesebb oka az, hogy egyre nehezebb embereket toborozni a szedéshez. A kézi munkaigényes ágazatokban, mint például a fűszerpaprikában is, nagyon nehéz már a szedéskor, illetve a kapálásokkor napszámosokat találni, és hát a hosszú időknek a problémája miatt úgy döntöttek a gazdálkodók, hogy inkább felhagynak a paprika termesztéssel. Másik rossz fűszer fűszerpaprikával kapcsolatban, hogy sajnos az idei esztendő időjárása ennek a növénynek sem kedvezett. A tavaszi fagy magát a paprikát nem érte, mert áprilisban van a paprika vetésének az ideje, de az akkori hőmérséklet nem volt megfelelő a növény növénykezdeménynek. Az adatokat nézve áprilisban a leghűvösebb idő, az, illetve a leghűvösebb érték az 1 Celsius fok körül volt, a legmelegebb pedig, pedig 18 fok volt az éjszakai hőmérsékletekről beszélek, és ez az egy fok is április végén. Tehát ez azt jelentette, hogy a paprika nem egyenletesen kelt, ugyanis a paprikánál a kellő magas hőmérséklet hatására szinte robbanásszerűen kell ki a maga csírázási idő végén. És ez sajnos megállt a hűvös tavaszi időjárástól. Erre jött még rá az, hogy a csapadékos időszakok váltogatták egymást a forró száraz idővel, így több helyen a különböző betegségek tizedelték a növényt, de szerencsére voltak olyan fajták is, amik mindezt túlélték. A betakarítás még nem kezdődött el, bátya határában csak néhol lehet szütyös látni, de az már biztos, hogy csak fele annyi termés lesz begyűjtve, mint amire számítottak korábban a gazdák.